Sziasztok, üdvözlök mindenkit ismét az Ark Solo sorozatában, a következő epizódban láthatjátok, továbbra sem mondtam meg a játékot, és itt vagyunk, és a mai epizódnak több célja is lesz. Elsősorban szeretnék Allosaurusokat fogni, egyrészt mert a jelenlegi rexeim szarok, és szeretnék erősebb állatokat összeszedni, valamint ha már rexek, szeretnék jó erős rexeket befogni, és azokat szaporítani, mert a jelenlegieknek a statjai elég szarok és alacsony szintűek is. Tehát semmiképpen nem lesznek jó később boss fightra. Lehet, hogy majd megpróbáljuk ezeket a rexeket beáldozni és majd kezdeni velük valamit. Egyelőre nem tudom, hogy mi lesz a sorsuk, mint láthatjátok, tehát ilyen 110 környékiek. Van egy 168-es és egy 171-es, ugye azt hiszem velük szaporítottam őket. Viszont egyik sem igazán jó, tehát is statok tekintetében, úgyhogy próbálunk jobb állatokat fogni. És ha már itt tartunk, hogy Jutiranuszt is szeretnék összeszedni, hogyha később majd boss fightra kerül a sor, akkor arra is szükségünk lesz. És nem megyek most le a barlangokba, ugye előző részben beszéltem a barlangokról. Nem szedünk össze artefekteket, és egyáltalán nincsen olyan állatállományunk, amivel egyáltalán boss fightot tudnánk csinálni, szóval szeretek egy tök felesleges barlangozni. Azt lehet, hogy egy-két epizóddal eltoljuk, és később csináljuk. Ugye már az egyik barlangban voltunk, ugye a vadász artefekt az megvan, és a Hunter, vagy valami ilyesmi a neve, pontosan én sem tudom. Még soha nem harcoltam bosszokkal, csak videók alapján tudom, hogy hogy működnek ezek a dolgok. Úgyhogy, ja, nem érjek el nevét. A vadász erekéje, hát gondolom valami Hunter's Artifact, vagy valami ilyesmi. Úgyhogy, ja, ez lesz a mai program. Most ugye ahhoz, hogy ezeket megcsináljuk, ehhez, hát kéne jó pár cucc. Most, van egy nagy behemót kapunk, ezt behasznosítjuk, mert úgyis itt rohad, és nem csinálunk vele semmit. A másik dolog, amire gondoltam, az az, hogy oszlopokat csinálunk, de lehet nem ez lesz a... maradjunk az oszlopnál. Maradjunk az oszlopnál. Ha elkezdünk oszlopokat farmolni. Farmolni? Craftolni. Ugye most rengeteg kő, meg fa, meg minden szarság van. Úgyhogy hát most kapásból tudunk 23-at csinálni. Nyilván többet kell majd csinálnunk. És csinálunk egy rámpát is. Most a rámpának annyi lesz a szerepe, hogy tehát csináljunk egy kaput, körbe rakjuk oszlopokkal, és az egyik oldalon teszünk az oszlopokra alapot, vagyis padlót. A padlóból levezetünk a rámpát, és a rámpát a földig lehúzzuk. A rámpán felvezetjük az állatokat, azok beugranak, utánunk jönnek, és ha beugrottak az oszlopok közé, onnantól kezdve már nem tudsz velük, vagy nem, tehát onnantól kezdve nincsen melegom. Nem muszáj lenne rámpát építeni, sőt, nem muszáj lenne ketrecet sem építeni, tehát volt olyan, aki írta is, hogy miért csinálsz ketrecet. Én sokkal jobban szeretem, van egy ketrecet, ha bebaszom az állatot, engem biztos, hogy nem fog bántani, és ha ki van ütve, akkor tulajdonképpen ő se fog onnantól kezdve engem bántani. Egyéb tekintetben, ha jól tudom, van valami sokkal erősebb lövedék is. A játékon belül nem csak ez a kábító, amit én szoktam használni a hosszú nyakúban. Úgyhogy ezt most megnézzük. Ó, oh, láncfűrész. Ja igen, azt itt nem tudjuk kioldani. Itt nem tudjuk kioldani. Itt nincs láncfűrész. Na mindegy. Szóval, ja igen, itt van a kábító lövedék, hát ettől nekünk valami jobbra lenne szükségünk. Hát C4 nem kell. Learn on Aberration, ezek se kellenek. Spinal nyerek, nem kábító tárda. Ez micsoda? Ez sem az szerintem. Lehet én vagyok a hülye, de mindjárt megnézzük, mert igazából még ezt én soha nem használtam. Itt van, feromon lövedék. Wow. Wow. Nem, ez nem az, nem, ez nem az, ez nem az, ez nem az. Ez nem az, itt van, sokkoló, ez az, ez kell. Ugye ez kell a bioméreg. Most azt nem tudom, hogy tudunk craftolni. Egyébként tudunk ilyen flakruhát is. Ezt lehet, hogy most már craftolni kell. Sőt, szerintem ezt craftolni fogunk. És ezek már ilyen tech dolgok, gondolom. Yep. Jó. Ezekkel most nem is fogunk foglalkozni. A biotoxint az hogy kell? Craftolni. Hé? Ezt most csak én nem látom sehol. Érdekes. Jó, tudom, most a tapasztalt árkosok azok biztos nevetnek rajta még, és de nyugi srácok, én még ideig nem jutottam el soha a játékba, tehát én most ott tartok, most értünk el oda a szorosorozaton belül, hogy már nem tudom, hogy mit kell csinálnom. És
minden után googliznom, meg utána kell, néznem, utána kell olvasnom, videót kell róla néznem, meg ilyesmi. Most hogy tudok olyat csinálni? Tehát, hello, játék? Mert én sehol nem látom. Bioméreg. Jó, utána olvasom. Oké, egy kicsit utána nézett a dolgnak, ez nem is lesz olyan egyszerű. Nem biztos, hogy szükségünk lenne a biotoxinra. Vagy bioméregre, vagy nem tudom, most tök mindegy, hogy magyarul vagy angolul beszélek. De szerezzünk. Jóló. Tehát akkor utána néztem ezekből a medúzákból, hogy mi a tökömből lehet szedni őket. És hát ahhoz viszont kéne valami állat a vízben. Úgyhogy szerintem fogunk egy megalodont vagy valami ehhez hasonlót. Ja, fogunk valami ilyesmit. Azt már fogtam. Korábban kéne egy... Hát sok minden kéne. Kéne búvárruha. Tehát kezdjük azzal, hogy kéne búvárruha. Nézzük, hogy tudunk-e csinálni búvárruhát. És akkor nem is búvár. Aha. Jó. Hát ugye nem írja, hogy mi kell hozzá, szóval... Úgy tűnik valami abszolút nincs, úgyhogy itt kell megnéznünk. Mert a játékom nem. Oké, polimer, fém, rost, bőr, ilyenek kellenek, meg kristály, meg szilícia. Jó, nézzük. Mi az, ami biztos? Polimer van. Ez van, fém van, rost nincs benne. Oké, akkor tegyünk bele a rostot. Rost. Oké. Páncél, buvár. Mi nincs? Kristály is van, polimer is, minden van. Mi nincs? Polimer, a bőr. Bőr nincs, jó, akkor bőrt is teszünk bele. Na, rossz. Beleteszünk vagy ennyit. Páncél, búvár. Valami még mindig nincs. És akkor... Akkor nézzük meg, hogy neki mi kell. Cement, paszta, kitin, keratin. Ja. Kitin, keratin, hát kitin baze van, tehát az 200-ot bele is vágok most azonnal. Úgy. Páncél, búvár. Ja. És akkor... Most állítsuk le, és szerintem kezdjünk el gyártani... Polimert kéne még. Még 100-ot bedobunk. Akkor ezt a ruhát visszük is. És egyelőre az oszlopokkal várunk, és... egyelőre nem oldok semmilyen nyerget, mert nem tudom még, hogy milyen fog kelleni. Ebben van még 50. Csináljunk többet. Fokozzá a fa. Rost. Jó, csináljunk nyilvesszőt. Amit nem vettem ki. Igen. 50-et. És akkor csinálunk kb. 100 kb-tó lövedéket is. Innen vegyünk ki, vagy 100 kristályt, ezt tegyük át. Megvárjuk, amíg legyártódik, és akkor utána vissza tudjuk tenni ide a dolgokat. Egyszerű. A távcső most szerintem nem fog kelleni. Vagy mindig magunknál is tarthatjuk, így isten igazából. Jó, ezeket letehetjük. És gyártsunk kábító levedéket. Kéne menni droppokra, amúgy azt nagyon elhalasztottam ebben a sorozatban, mert nem tudom miért. Nem mentem egyáltalán semmilyen dropra kb. És nincsenek normális eszközeim sem, tehát semmilyen színes eszközünk nincs. Mint hogyha nem bírnánk ki, csak így... Na. Biztonság kedvéért lehet kéne vinni két crossbow-t, de... Mindegy. És igen, itt van nálunk az árnyunk. El is felejtettem. Oké. Átrendezés ágy. Base. Szuper! És... Akkor... Kivel menjünk? Mehetnénk a terával is. Gyorsabban odaérünk, és nem tudom mennyi súly van rajta, mindjárt megnézzük.
Mert igazából most nem kell cipelnünk semmit. Lehet még így is gyorsabb, mint a madárkánk, hát. Úgy lesz dolgokat ki is dobáltjuk. Jó, menjünk szerintem. És akkor elindulunk ebbe az irányba. És itt a kivezető folyónál megpróbálunk összeszedni egy megalodont. Elvileg mindenhol lehet amúgy találni, szóval ezt teljesen érteni, és amúgy akkor fel is tudjuk hozni a folyón, elvileg. Ezen a folyón nem, ezen is fel tudjuk hozni. De szerintem nem hozzuk fel, hanem ott a, ami szembe van folyó csücskával mutat most a kis nyilacska. Szerintem oda fog, ott fogjuk leparkolni, ott építünk majd egy mini műveleti bázist. Leteszünk majd egy ágyat is, meg minden, és akkor egyszerűbb lesz oda leszületni. És ja, és most melege van a karakternek, érdekes. Nem baj. Meglátjuk, mennyire lesz egyszerű befogni. Amikor én fogtam be a centeren, akkor egy kis tóba volt a cápa. És ott nem igazán volt probléma vele, de most lehet, hogy el fog úszkálni. Viszont van búvárucunk, úgyhogy rá tudunk menni. Na, hol van ez a bevezető? Itt van alattam elvileg. Itt. Hát itt lófasz nincs. Ja? Hoppá. Akkor itt ezt nem tudjuk behozni, ezt az állatot. Jó, nem baj, nem baj, semmi baj. Teljesen lényegtelen igazából. Körbe tudjuk vinni és el tudjuk hozni, de nem fogjuk elhozni, igazából itt lesz szükségünk rá, így is, úgy is. Csak kell találni egy cápát. Oh, hello! Kveca, 33-as. Egy kvecát is fogni kéne majd egyébként. Hopp, itt van valami. Hello! 36-os megoldom, jó lesz. Befogjuk, aztán majd megneveljük. Gyere utánam, Pali. Így, né? És akkor cserebere. És hogy tudlak én téged lefújni? Nem úgy. Passzív? Talán. Jó. Be van töltve. Van egy nagyobb amúgy. Vagy nem egy nagyobb, de van egy másik. Az 13-as. Jó lesz ez. Kihúzzuk ide a partra és megnézzük, hogy el tudjuk-e kapni. Nem úgy néz ki, mint akit érdekli. Miért nem ér ki amúgy damage-et? Miért nem akar megtámadni? Á, most már meg akar. Á, miért nem ér ki rá damage-et? A másik is, meg a harmadik is, annak már annyira nem örülök, amikor azokat már le tudjuk lőni. Reménykedünk legalábbis. És jó, és hogy te, oké, ki vagy ütve. Vagy meghaltál? Nem, jó van, ki van ütve. Ti anyasok vagytok. 13-as, 6-os. Jó, hát titeket amúgy kb. Agyon is verhetnének. Na gyertek! Oké. Jó, maradjatok ott. Hozunk egy kis prime meat-et, és akkor utána meg is etetjük a dögünket. Csak szerezni kell repcsivel egy kis prime meat-et. A rohadékok megették. Megették, felkeltettem és megették. Patkányok. Na most megöllek titeket. Szóval ja, meghalt a megaladónunk. Viszont ott van egy 61-es. Őt fogjuk most beagrózni. Megpróbáljuk legalábbis.
és akkor ő lesz a kedves példányunk, akit megfogunk. Egyébként a pirányák is felszabálták közös erővel, tehát így hiába keltettem fel a kedves kis állatomat, megették. Erre most jobban fogunk figyelni, remélem tudom, hogy több pirányák, mert ezek egyszerűen úgyis tudod. Hoppá. Nincs oxigénünk, jó, nem baj. És így fázunk is, nem baj. Megoldjuk. Ezt nem tudtam, hogy eltörik így randomba. Fú, hát mire oda elúszok, az nem most lesz. De valahogy meg kéne agróztatni. Úgy már rohadt mély a víz, úgy látom. Miss? Gyere csak! Menjünk kifele a vízből. Minél kintebb akarlak befogni. Ne hagyd abba az agrót. Oxigénre figyeljünk. Oké. Gyerünk, gyere, gyere papi! Gyere, gyere, gyere papi! Az ott a halott. Oké. Ott lesz valahol az állatunk, a madarunk. Na gyere már! Oké. Egy messze, ha megkezdhetjük, bár nem, mert megfordulhat itt is. Talán most. És most már környéken megöltem azt a 6-os meg a 10-valahanyast is, ugye? És így nem fogják tudni megölni, esetleg a pirányák bántatják, de azt már megölő őket. Meg én is fia voltam és passzívra állítottam. Ezt nem kidőlt. Még most már mindjárt ki fog dőlni. De legalább van egy csomó kiváló minőségű halósunk. Jaj! Dölj már ki, Pali! Amúgy a sebzés nem tudom, miért nem írja ki, azt szerintem most én véletlenül le van kapcsolva, nem tudom. Dölj már ki! Kidőlt. Jó. Zsír. Te jóságos ég. Hozzunk neki húst. Oké, és oké, megvan Cápi. 91-es szintű lett. Hát a statjai nem a legjobbak, de mindegy. Tettünk rá kaját, hús, minden szírszart. És én most itt el lesz, hazamegyünk, csinálunk neki egy nyerget. Megjavítjuk a ruhánkat, elkezdjük vele gyilkolászni, és közben szerzünk majd biotoxint. Úgyhogy, ja, remélem, hogy itt nem fogják bántani. Elvileg most nem követ minket. Nem tudom, pár piranya volt arra fel, de szerintem a cápák meg ezek nem jönnek ki ennyire a partra. Úgyhogy egyenlőre most ő szerintem biztonságban van. Haza kell röppenni, megcsinálni a nyerget, ami ezek nem tudom mi kell, de megnézzük majd, meg ki is kell tanulni, és utána vissza is jövünk szerintem. És tényleg megpróbálunk vele gyilkolászni. Egyrészt, hogy szintezzük fel, mert ugye most azért az a 91-es szint jó, nem rossz, de lehetne sokkal-sokkal nagyobb, és ez tényleg fejlesztésre van szükségünk. Valahogy is költözhetünk volna egyébként. Oda. Na mindegy, szóval, ja, fejlesztésre van szükségünk. És most meg is fogjuk csinálni. És akkor ott is van a nyereg. Mehetünk. Let's go! Ez elég érdekesen nézett ki. Ja, te mi vagy? Nem tudok megcsípni, jó, mindegy. Menjél akkor utadra. Teget se tudtalak. Egyre erősek vagytok? Ez tetszik. Jó, inkább menjünk arrébb. Nem lesz staminája. Jó. Egyél. Tegyünk a staminára 3-at. Tudjunk vele haladni. Ja, nem is tudsz menni sehova.
tele vagy kajával. Oké, akkor ezeket kihányjuk ide. Oké. Wow! Csodásan néz ki. És akkor titeket kell azt hiszem szeregetni. Menjünk innen! Fuck off! Die! Hagyj már meg! Ez csodás lesz így. Nem tudom, mennyire halljátok, hogy klikkelgetek. Egyébként titeket kell, igen. Ezek kicsit erősebbek, mint én gondoltam. Most miért megy ilyen lassan? Most ilyenkor le van sokkolva? Gondolom. Ezt ad ide. Kaját fel magad, papi. Hú, hát ezek rendesen megborítottak, de oké, adtak ilyen szart, ami kell nekünk. Nyilván ezek elkezdenek rohadni egy idő után. Szedjünk össze minél többet, meg szedjünk össze a halhúst, és jó. Ott van egy másik cápa. Nőstény 99-es. Legszívesebben, hogy befognám. De most nem fogjuk be. Az én ruhámat mennyire verte szét? Azt nem verte szét, oké. Ó, istenkém. Oké. Halós. Király, egyél. Igen, ugye így kell tetni. Súly sincs neki, sok mindenre kéne húzni. Igen, tehát ez a 99-es nem volt a legjobb fogás. Majd lehet ezt a, vagy ezt a, igen, tehát ez nem 99-es volt, ez volt a, nem tudom, mi 60-valahanyas, vagy 70-es, vagy 50-es. Én már esetem, hogy hanyas volt. De jó lesz az, jó van, nem baj, haladunk. Igen, ott vannak, valahogy így elkülönítve kéne őket megcsípni. Az sem egy rossz kis állatka befogni. Hú, de nehéz az orrával oda harapni, mert így nem látod, hogy hol van igazából. Hú, sokan vannak egyébként. Ez egy 82-es megadon, az hím. Nincsen szükségünk. Igen, egyébként itt is tudunk olajat farmolni, ha jól tudom. Igen. Csak most nincs nálunk... Hát nincs nálunk semmi. Ja, ó, baszki, ez jön is ránk. Hagyjatok béke, nem tudom, milyen erősek vagytok, az a baj. Nagyon sok vagytok? 9.52. A 9-es, azt hamar le tudnám verni. Jó, úgy tűnik mindkettőt hamar. Le tudtuk venni. Jaj! Ezek amúgy ilyenkor támadnak? Ja, elég úgy tűnik, ott viszont van egy elszeparálva. Lehet inkább majd full HP-m. Nem akartam leszállni. Egyél, Pali. Kéne HP-jára is adni, sebzésére is. Hozzuk egyenlőre csak a HP-jám. És akkor talán jobban kibírja majd a dolgokat. Menjünk még arrébb, nehogy közben itt agyonverjenek. Szépen felkajáltatjuk. Ha csak nagyjából már ez is jó. A többi majd fölmegy. És... hát... megmondom őszintén, ti sokan vagytok. Annyira nem akarok veletek keckedni. Az egy másik megaladom. Fú, éjszaka lesz, nem baj.
Nem fogunk fázni, úgy tűnik nem. Jó, nyomjátok. Egy meg is van. Jaj, ezek nagyon erősek, ám. Jó, annyira nem. Viszont ez lesz a probléma, hogy... Jó. Ja, oké is. Gyerünk, Pali! Öld meg őket! Halljátok már meg? Az kell, igen, gyere ide. Haj, már meg az Isten verjen meg. Na végre. Jó, igen, és ugye nem tudtuk mindegyiket beharvestelni, mert össze-vissza vannak és folyton lesokkolnak, hamarabb szétesnek, mint hogy megtaláljuk őket. Na mindegy, ezzel szerintem elleszek. Kínlódok még vele egy kicsikét. Aztán hazaviszem a dolgokat. De van nincs értelme néznek tovább, hogy itt legelem ezeket a szarokat. Időközben befogtam egy nőstényt is, aki már 155-ös, ő volt az a 90 valahányos, akit ott láttunk 99-est rám. Pár szintet tettem is rá, és igazából már így nem is olyan rossz, van HP-ja, viszonylag sebzés, a staminája. Movement speed-je nincs, meg ilyesmi, de meh, majd ezen alakítunk. Ennyi biotoxint szedtem össze, vagy biomérket. Nem tudom, ez annyira lesz elég, de közben elkezdenek ugye romlani is. Nem tudom, hogy ezt hűtőbe lehet tárolni, vagy hol, de szerintem inkább átkraftolom mindet olyan méregé. Bár szerintem az a nyílvesző is romlik így is úgy, szóval azt majd mindjárt le fogjuk tesztelni. Most már tényleg hazamegyünk, és ahogy is kezdjük kraftolni, utána pedig nekilátunk a építmény összekraftolásához, és keresünk Allosaurus, hiszen anélkül nem ér az egész semmit. Szóval mi kell ez? Kábítól lövedék, bioméreg és öntött fém. Jó, egyrészt ezeket vigyük be, és nem tudom, nézzük meg, hogy... Most már azt se írja, hogy mikor romlik meg, mert nem... Oh, Istenem... Nem tudom, miért nem írja ki ezeket a dolgokat. Igen, ezt a részt az előzővel együtt veszem fel, szóval hiába írtátok esetleg le kommentbe, hogy mi erre a megoldás. Teljesen lényegtelen. jó. És ezt hol kell craftolni? Fegyverek, lőszer? Itt? Itt. Itt kell bizony. Akkor... Tenjünk be 100-at. És 29-et tudom craftolni, mert ennyi ilyen szarunk van. Így van, és ezeknek is... Jó, tehát akkor ezeknek is fogy az életereje. Nem tudom, hogy ezt hol érdemes tárolni, hogy hűtőbe, vagy... Nem tudom. Egyenlőre letesszük ide, majd lesz vele valami. És ebbe egyenlőre 29-et fogunk készíteni, többet nem. És azt is egyenlőre bedobjuk ugye a hűtőbe, hiszen nem lesz még rá szükségünk. Viszont úgy tűnik, hogy ennyi biotoxin egyébként elég, szóval nem is baj, hogy nem harmoltam többet. Reméljük, hogy a hűtő ez tényleg hűt, és tényleg működik, és nem fognak ezek elrohadni, meg remélem azt, hogy sokáig bírják. És akkor viszont... viszont akkor... Készítsünk már rendes ilyen alaplőszert is, szóval, hogyha esetleg ez nem lenne elég, ehhez mi nincs. Tök, hogy ezt is meg kell itt néznem, hogy mi kell hozzá, mert ugye nem írja ki. Jó, mi kell ez? Ja, ugye, igen, lőszer. Sima lőszer is kell. Az nincs. De tudunk csinálni. Hármat? Az nem sok. Nincs puskaporunk? Egyáltalán? No have? Nothing? Semmi? Na baszki. Akkor. Itt már van szén. Király. Akkor csak izé kell. Gomakő. Az viszont nincs. Kéne egy ankiló. Ankiló még mindig nincs, és már nem tudom mióta benne vagyunk a sorozatban, de mindegy. Jó, úgyhogy csinálunk annyit, amennyit tudunk. Egy. Tessék. Most lehet, hogy én vagyok a hülye. Valószínűleg.
De ehhez nem kők. Ja, kő is kovakő kell. Ja, bocsánat, igen, a szén az máshoz kell. Ja, hát követ, azt tudom. Ott van a stack. Követ bedobjuk. Hajrá. Igen. Ki fog elfogyni hamarabb a... Jó, oké. Okay. Kovakő fogyott el. Mindegy, csinálunk kuskapot. Hadd csinálja. És kéne kovakövet szedni. Nem akarok most kovakövet szedni. Jó van ez így. Scraftolódjon le. És itt is a szikra fog elfogyni hamarabb, de semmi baj. Oké. Okay. Ezt kapcsoljuk ki. Ezt pakoljuk át. Csináljunk lőszert. Oké, okay, 63-at elég mondjuk 30. A búj is duplán adja, így van. Igen, és... Ezt a crossit tegyük le, ezt a ruhát tegyük le. Ezt szerintem átcseréltjük rendes nyilvesszőre amúgy. Úgy. És... És akkor most, hogy ez megvan, nézzük ezek mennyire fogynak az életelők. Jó, teljesen jó, szerintem itt ezzel nem lesz probléma. Együnk, és ha már itt tartunk, akkor nézzük meg a kis bogarunkat. Mizu. Oké, te elég ügyesen termeltél. Azt jelenti, hogy ezt most már fel tudjuk tölteni teljesen. Ezt is. Igen, ezt ki tudjuk venni, és ezt fel tudjuk ideig tölteni. És jó szórakozást. Okidoki. Mennyi a szopot csináltunk legutóbb? 23-at, szóval nem lesz elég. Abból csinálunk még, közben itt elkezdünk craftolni lőszert. Nem csinálunk 60-at, mondjuk ebből is 30-at bőven elég lesz. Egyrészt a fémmel is spórolunk, meg másrészt teljesen fölösleges. Jó, itt ez kiégett. Nem 200-at tettem bele? Magam sem tudom. Egyenlő lesz, még egy ki. És akkor magunkra veszünk egy kis fát. Nem is egy kicsit, sokat. És csinálunk még osztopokat, körülbelül ebből a mennyiségből. Még 16-ot. Maybe ez így már elég is lesz. Attól, hogyha kettő magasra akarjuk, akkor kell mondjuk 4 két oldalt. 4, legalább 4. Igen. Fú, hát nem tudom, mert lehet, hogy még szélesebbre kéne. Számoljunk 5. 15-30 oszlop kell majd körülbelül. Azt szerintem meg lesz. Sőt, az biztos, hogy meg lesz. Kelleni fog rámpa, kelleni fog padló. Rámpából jó lesz a fa is. Tehát az nincsen szükség, hogy megcsináljuk kőből. Azt szerintem a padló is jó lesz fából, tehát mindegy, nem felesleges itt a követ elpazarolni erre. De csináljuk kőből is, teljesen mindegy. Biztos, hogy biztos csináljuk kőből. Csináljuk kőből. Akkor viszont kell még fa. Oké, hamarosan megint be kell gyűjtenem dolgokat. Ezt nem fog kelleni. Akkor csináljuk azt, hogy... Legalább 4 padló kell. Körülbelül csináljunk 4-et. És akkor dőltető, nem dőltető kell. Fa feljáró, abban nincs is, a kőből nincs is, oké, bocsánat, ezt elfelejtettem. Hát ebből több fog kelleni. Ebből több fog kelleni. Fa feljáró.
Oké, hát úgy tűnik, hogy elfogyasztottuk az összes fát. Követ azt letehetjük innentől kezdve. 4-es, és ha 2 magas, akkor kell belőle 8. Akkor ez így elég is. Így elég lesz, így. Ezt az egyet még lekraftoljuk. Megkraftoljuk. Ezeket letehetjük. Nem lesz szükség, és... Nagyon másra se? Tehát... Megvan ez, megvan ez, megvannak az oszlopok. Valahol megvan a kapu. Itt van. Igazából ennyi. Ezzel meg is vagyunk. És akkor ezt bepakoljuk a madárba. Ami amúgy tele van. Aha. Ez tele van. Jó, oké. Nem baj. Ezt ide adhatod nyugodtan. Mennyi rost. Ez kelleni fog egyébként. A húsból kidobálunk egy nagyon nagy csomót. Igen, adhat húst is kidobáljuk. Azt se kell most. És akkor rámpa, kapu, oszlopok. A rostot meg a szalmát kiveszem. Köszönöm szépen. Ez nem kell. És akkor a fából is kiveszek 300-at, többet nem tudok, de kivisszük az egészet egyébként. Ezeket ide letesszük rendszerezve. Ez amúgy is kellett, mert ebben most tényleg hiány volt. Jó, ez megtelt, nem baj. Teszünk a fához szalmát. Úgy, ne? Behozzuk a maradék fát is. Utána elmegyünk keresgélni. Nem tudom, ezt meg engedi el bevinni, éppen. Jó. És elmegyünk keresgélni. Oké, srácok, sikerült találni. Jaj. Ezt nem kellett volna. Szóval sikerült találni néhány Allosaurus-t. Itt is van az első. Meg még van 2 oldalébb, vagy talán még azon kívül is 2. Mindegy, sokan vannak. Úgyhogy csinálunk egy kalitkát nekik. Hát nem őszintén ezt a területet legalább 15-ször át kellett írtanom, és abból egyébként találtam is ilyen tök jó eszközöket. Hello. Látom, te most már szomorú vagy miattam. Legalább külön vagy a többiektől. Sose baj. Jó, most már nem követ. Szóval ebből szereztem egy csomó ilyen tök jó eszközt. Alfákat öltem, meg ilyesmiket. Isten igazából, hogy a környéket kiirtottam. Ez így látható is lesz abból, hogy mennyi cicc van nálam. És... túlterelt vagy. Na bassza meg, akkor ezt letesszük. Jó, úgy már talán. Ja, így tudunk mozogni. Oké. Na, tehát építsünk egy kalitkát. Kezdjük el, teljesen mindegy, hogy hol. Csak közben jó lenne, ha a kolléga nem jönne ide. Közben az Origin az pittyog, de nem baj. Szóval, hát nem kell olyan óriási nagyot. Mondjuk te arra is mehetnél. Csak azt tudna segíteni. Úgy tűnik, hogy ide már nem enged snappelni. Elakadt. Jó, nem baj. Megcsináljuk kézzel. Igen, megint kézzel. Jó, ennyi szerintem elég is lesz. És akkor kezdjük el itt is lerakosgatni. Itt megint elakadt elvileg, jó. Teljesen lényegtelen egyébként, hogy kb. Hogy tehát csak így nagyjából legyen körbe kerítve, ebből már szerintem nem is tud kijönni, ezt nem kellett volna, de mindegy. Ezt mégképp nem kellett volna, mert így nem lesz elég. Oké. Nem tudom, hogy hány magasnak kell lenni, hogy ne tudjon kiszabadulni, de majd kiderül. Jó. Hát itt ott, ahol egy kicsit alacsonynak tűnik, ott magasítunk rajta. Ennyit tudunk tenni az ügy érdekében, és megnézzük, hogy ebből
ki tud-e szabadulni. Illetve mielőtt megnézzük, kell csinálni egy rámpát, amin be fog szökni. Vagy ugrani. Kétszer, háromszor, négyszer. És ugye ezt fogjuk tenni, nyilván erre megint majd írni fogják sokan, hogy ez fölösleges, bla bla bla. Nem baj, én így csinálom. Úgyhogy no para srácok, senki ne zavarni, hogy én hogy építek, meg hogy nem. Na gyere! Azaz. Egy jó nagy akadás keretében, oké. Kíséretében. Hello? Igen. Jó, ja, hát akkor öld le azokat az állatokat, én nem bánom, de segítek neked. Jönni onnan. Úgy látom, hogy nem. Úgyhogy igazából innentől már működik is a dolog. Jó. Te, nem tudom miért fázok egyébként itt ebben a bajomban például, de mindegy, elvileg fázunk. Te nálad vannak ezek a kábító szarok. Így is van. Jó. Igen, a sebzést továbbra sem írja ki, viszont közben rájöttem, hogy hogy kell kiíratni, benyomtam az információt. Szóval most már kiírja a dolgokat. Illetve a teknős nem tudtam megölni, aki amúgy nem egy teknős, de mindegy. Na mennyi kell még beléd? 29 volt nálunk. A hetet előttünk. Most már jól lenne kifeküdni. Sokkoló kábító lövedék. Oké, sok kell egy Allosaurusnak. Ezt már most megállapítottam. Azt hittem ettől kicsit erősebb lesz ez a fajta lövedék, de mindegy. Társaid remélem közben nem halnak meg. És akkor be tudjuk fogni mind a hármat. Azt nem néztem, hogy melyik hím, melyik nőstény, de 100 szint kerülnek. Azt hiszem ez valami 90 valahanyos. Oké, kidőlt. Jó. 99-es és ez egy nőstény. Remélem, hogy másik kettő az közül valamelyik hím. Ennek most hozunk Prime Meat-et, ami itt van. Meg mindjárt hozok majd narkót otthonról a bázisból, nehogy felkeljem. És hogyha ezzel meg vagyunk, akkor vissza is térek. Zseniális. Most már nevet kell neki adni. Egyenlőre nem adunk neki amúgy semmit. Jó lesz így Allosaurus néven is. És hát kihozzuk a ketrecből. És utána hozzuk a társait is. Tudom, hogy őket hogy lehetne. Gyere. Azt mondja, hogy nem. Gyilkolj. Ja igen, csak most besegítek a helyzés. Nem baj. Na gyere. Egy kicsit arrébb viszünk, ne, hogy te így beleavatkozzál a buliba. Még ide felteszünk a hegyre. Még fel a hegyre. Jó, amúgy ott jól lesz. És behozzuk a többit is. Hát a másik kettőt nem tudom, külön-külön betöltjük el. Megpróbáljuk, mert egyben nem lenne jó.
becsukjuk. És akkor a másik kettő valahol itt tolálkodik. Na, istenkém. Jó. Szóval valahol itt tolálkodik a többi is. Ha még életben vannak egyáltalán, bár nem tudom, hogy mi ölte volna meg őket. Ah, ott vannak. Ez a baj, hogy együtt vannak. Nem tudom, mennyire tudom majd beagrózni az egyiket a másik nélkül. Oké, és el tudtam hozni, úgyhogy a másik nem jött. Szuper. Kérdés, hogy össze tovább. Bástya. Hello. Ó, oh, baszak, most eljön a másik is. Na? No? Itt a finom húsi. És lemaradt az egyik. Ne. Jó, azok a dögök, hogy ilyenkor jönnek oda. Izgalmas. Harab már lát a két. Nem akarok beleütni, mert akkor meg megsebzem. Na gyere! Nem. Hagyjad már ezt a teknőst. Istenem. Ezzel meg fogunk szenvedni, mire ez itt elemászik. Na gyere már! Gyere! Jó. Végre bent vagy. Kibugolt, nagyon jó. És akkor next. Akármit is lesz, a jó étvágyat kívánok hozzá. Na jó, befogom még a harmadikat. Meg ezt is megszedítem és visszatérünk. És kérem szépen, érkezik a harmadik fél. Hogyha jönne, de nem akar, mert be van bugolva egy sziklába. Hello. Kívülök én itt is szívesen, de inkább menjünk már arrébb, jó? Leszállok? Na, akkor sem.
Na így talán. Talán kibugolsz? Jól van, kibugoltál. És tovább? Hát megint miből akadtál bele? Ezek a dínók nagyon okos kamut. És lemegy. Mert ott lent mi lesz? Hát, Pali. Nézd már, itt el lehet menni. Kidöntök én neked minden fát, csak gyere már ki onnan. Jó, oké, úgyis jó. Ez csak... Itt vagyok. Ez baj, neki már nem lesz addig kábítom, mert az előző is már a piros lövedékeket is el kell használnom. De mindig megpróbálunk valamit. Hát ne arra menjél már, hanem erre. Így van, így van, így van, üssél, üssél. Gyere. Gyere, gyere. Király. Csak elvileg be is szorultál. Jó. Most azt kell, hogy onnan te ne gyere ki. Én hazarepülök. Hazok kábán. Megpróbálom. Tehát 22 kábító lövedéken van. De erős kételyen vannak az a kapcsolatban, hogy ez elegendő lesz. Szerintem biztos vagyok benne, hogy nem lesz elég. Hát még 5 ilyen. Ilyen kábítom van. Ja, semmi egyéb. Megpróbáljuk. Addig lövöldözgetünk bele, amíg ki nem múlik. Már csak arrébb megy. Jó, hát akkor legyél ott. Belelőjük az összeset. Ha fejbe lőjük, talán elég lesz. Talán nem. Majd kiderül. Szerencsére ez az utcsó egészen könnyen, mert leszámítva azt, hogy beakadt a fába, de ez nem akart megenni semmit. De felparkoltattam egyébként a másik kettőt. Majd kell nekik csinálni 3 nyerget, hogy erősek legyenek. Yes! A sebzést még mindig nem kapcsoltam be. De majd most bekapcsoljuk. Azt követően, hogyha kiütöttük szegényt. Még akár egy helyvés letehetnék egy mozsorot. És akkor csinálnék már kábító nyilvesszőt, de... Ne, jó van ez így. Meh, jó van ez így. Igen, az kifogyott, és akkor még ez van. Víz. Nem volt szerencsénk, és nincs semmi másunk mi. Semmi. De haza menni. Na! Szóval akkor. Fejezzük be, amit elkezdtünk, még 15-öt gyorsan akartoltam, mert annyi már csak elég lesz bele. Szerintem már így is szegényke fel van pimpelve, elég rendesen. Ráadásul ez az erősebb fajta levedik. Jó, ja, oké, okay, jó van, ki is dőlt. Beneveljük és haza is visszük őket, és akkor utána otthon találkozunk szerintem a bázisom. És akkor Allosaurus nyereg. Nézzük, hogy mi kell hozzá. Allosaurus nyereg, fém, rostbőr, minden van, oké. Okay. És szerintem ezt itt kell a munkapadba. Bőr az van. Rost, hát van valamennyi, de nem elég. Fém az biztos, hogy van.
Valahol még itt kell lennie rostnak, ugye? Így van. Ezt a rostot is letesszük. Ide. És nyergek. Rex. Albasaurus. Ebből készítünk hármat. Letesszük, ami nem kell. Tehát ezek például nem kellenek. Ezek nem kellenek, nem kell. Ezt a sok crossbow-t is letesszük. Hát ezekkel ruhákkal majd lesz valami. És ezt is ledobom. Ennyi vesző pedig nem kell. Úgyhogy ezt most már előtesszük. És kész a harmadik nyereg is. Ezt kivesszük. Kapjanak páncélt. Akkor neked egyszer. Mert nem teszi fel rá. Használ. Miért nem teszi rá? Jó, mindegy, előszakosszuk szét a pontjait. Kapjon HP-t. Human speedre nem adunk staminára esetleg. Kövi. Rád megy. Érdekes. Lehet csak bugol majd, lehet később rá is engedi rakni. Oké. HP-tokat növeljük. És... neked nem tudom, mi bajod van. Sok cucc van rajtad? Vagy mi? Oké. Na. Szóval van egy hím. Egy nőstény. És még egy nőstény. Nagyon szuper, király. Akkor ezeket tudjuk szaporítani. És jobbakat tudunk belőlük kihozni. Viszünk egyenlőre nincs. Elég hülyén álltuk ott egymásba, de mindegy. Ja, úgyhogy ez szerintem jó is lesz. És szerintem ezt a részt itt igazából le is csukjuk. Köszi, hogy eljutottatok idáig és megnéztétek az egész folyamatot, ami itt történt. Tetszett, kérlek értékeljétek azzal, hogy dobtok egy lájkot, feliratkoztak, újjak vagytok, és a következő Alex Solo epizódban találkozunk. Addig is legyetek jók. Sziasztok!